Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról. Többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunoltrade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanada 2000 Kft. Közös ember és életismeretfejlesztő képzésén. Én Türi Beatrix vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Az eredeti szakmám vámügyintéznő, jelenleg jegypénztárosként dolgozom, de mára-mára a PPH tanulói csapatszervezés is a tevékenységeim közé tartozik. Hegyeshalomban élek, egyedülálló vagyok. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert egy elég nyilvánvaló rávezetést kaptam az égiektől, akik elém tették a YouTube-on Szedlacsik Miklós videóit. Ezzel egy időben egy számomra régóta rendszeresen érkező hírlevélben is megkaptam azokat. Gondoltam hát, hogy ez nem véletlen, és azt is gondoltam, hogy ez egy jel egy magasabb szintről, és én ezeket nem szoktam ugye felülbírálni. Tehát hoztam egy döntést, és elkezdtem a tanulmányaimat a Nyílt Akadémiánál. Az évek során meggyőződtem arról, hogy nagyon jó választás volt. A Szedlacsik Miklós által átadott tudás és módszerek által folyamatos fejlődésen megyek keresztül. Én egy teljesen befelé forduló személyiség voltam, és azt, hogy emberek előtt, kamera előtt beszéljek, ezt soha nem tudtam elképzelni. Itt olyan tudást kapunk, amit a hétköznapokban használhatunk, és életünk minden területén tudjuk használni, és ez egy olyan tudás, amivel még sehol nem találkoztam. Ezzel a tudással sokkal türelmesebb és nyugodtabb lettem. Jobban tudok bánni önmagammal és a környezetemben lévő emberekkel is. Hisz átlátom a világ és a benne az ember működését. Tisztában vagyok az emberi hangulatok mienségének fontosságával. Főleg ugye ebbe a mai sötétedő, egyre sötétedő világunkban, ahol próbálunk a társaimmal együtt fény lenni. És igyekszek én is a tanultak alapján tudatosan egy jó hangulati szinten tartani magamat és javítani is, amennyiben tudom. De természetesen nem csak a saját fejlődésem a célom, hanem mindenki másé is, a másoknak nyújtott segítség által. Közösségünk küldetése az, hogy egy jobb világot, egy olyan társadalmat hozzunk létre itt a földbolygón, ahol szeretetben, békében és boldogságban élhetünk, egymással feltétel nélkül együttműködve, elnyomások nélkül. Azt tudnunk kell, hogy ez egy egyéni út, és nem kívülről fog jönni a megoldás. Mindannyiunknak egyénileg kell felvállalnunk a fejlődési utat, és tenni önmagunkért, a családjainkért, közösségeinkért, a társadalmainkért, és ezért a csodálatos bolygóért. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapító és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legjobb információ átadására, a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja, a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit.
jelenlegi világ alakulásával hogy álltok? Mennyire vagytok elégedettek? Nem igazán? Mi baj van a jelenlegi világgal? Nagy a tudatlanság? Egy érdekes világban élünk egyébként, ha megnézed, mert én azt látom, hogy mintha a hatalmon lévő emberek nem azt látnák, ami ténylegesen van. Tehát amikről most fogok beszélni, az mondhatjuk, hogy fizika, és tanultuk az általános iskolában, de olyan, mintha a hatalom ebben nem lenne tisztában. Tehát ha egy kicsit foglalkozol mondjuk a földrajzzal, én nagyon szerettem a történelmet, földrajzot, ugye élővilágot, utána biológiát, ezekből úgy alapvetően ötös voltam, és de úgy végig, ameddig ezek voltak, hogy négyesnél nagyon rosszabb jegyet nem kaptam belőlük, tehát úgy mindig érdekelt, és szoktam olyanokat nézni, hogy Google térkép, tehát Google Maps, és akkor ugye átváltok műholdra, és akkor úgy nézelődök, és egy kicsit nézelődsz, akkor nagyon érdekes dolgokat látsz a bolygón, például olyanokat, hogy mi van a tenger mélyén, vagy akár az óceánok mélyén, vagy például mik vannak az olyan területeken, ahol már nem nagyon van fa, ilyen kiszáradt területeken, akár mondhatjuk azt, hogy olyan helyeken, ahol mondjuk a sivatagból kiemelkednek a hegyek, és akkor mindenütt azt látod, ahol ilyen kiemelkedett hegyek vannak, és körülötte már ilyen sivatag vagy félsivatag, hogy tel is tele kiszáradt folyókkal. Tehát a bolygó tel is tele van kiszáradt folyókkal. Sőt, mondhatjuk azt, hogy kiszáradt folyamokkal, tehát ami azt jelenti, hogy óriási széles folyók folytak a különböző olyan helyeken, ahol most ugye gyakorlatilag már nincs folyó, de hát ugye gyönyörűen látni, ugye ha ezt az ember nézegeti, hogy tökéletes vízmosásokat lehet látni, és folyók helyét lehet látni. És akkor úgy lehetne azt mondani, hogy ez azért van, mert melegszik a bolygó. De miért melegszik a bolygó? Hát mert fölélték a fákat. Mondom, fölélték a fákat, vagy ha esetleg tűzvész elpusztította, nem telepítették újra a fákat. Na most ennek mi a következménye? Ugye tudjuk, hogy ahol nincsenek fák, tehát a fák, azok, ugye tanultuk fizikából, hogy hűtik a levegőt, és ugye ezáltal ott, ahol a hűvösebb a légréteg, ott kicsapódik a felhő, és eső lesz belőle. Ha nincs pára, akkor is ugye pára lesz, összegyűlik a pára. Tehát ha nincs felhő, akkor is van pára, a légkörben van pára, és felhővé alakul, és utána kicsapódik, ha hideg. Ez olyan, tanultuk ugye, mint a födőn, ugye egy fazékba melegítünk vizet, és akkor a födőn folyamatosan kicsapódik a pára. Miért? Mert hidegebb, mint tehát az a hideg felület, amin kicsapódik. Ugye ezt tanultuk általános iskolában, de mintha
a tudósok vagy a hatalmon lévők nem jártak volna általános iskolába, komolyan mondom. Tehát miért? Mert ugye az mit jelent? Hát folyamatosan írtják az erdőket, és ezáltal ugye, mivel kevesebb a felhő, de azt nem azt jelenti, hogy a pára kevesebb a légrétegekben, mindjárt beszélek erről. Tehát mivel kevesebb a felhő, ezért a Földet több napsütés éri. Tehát minél több a felhő, annál kevesebb napsütést éri a Földet. De attól nem kell, hogy felhő legyen, hogy van pára. Tehát most miért van pára a légrétegekben? Nagyon egyszerű. Mert minél, ez megint tisztán fizika, minél melegebb ez a bolygó, hát annál nagyobb a páralgás. Világos ez? És ugye ezáltal hol csapódik ki az esőként a pára a légkörből? Hát ott, ahol vannak hidegebb légrétegek, és a hidegebb légrétegeknél ugye tisztán fizika kicsapódik. És ott viszont sokkal több csapódik ki, mint régen, amikor ez eloszlott. Tehát mivel kevesebb az olyan terület, ami hidegebb, mert ugye kevesebb a fa, ezáltal ugye kevesebb helyen csapódik ki a pára, és kevesebb az eső máshol, de ott viszont sokkal több az eső, ahol kicsapódik. Na most ugye ez tisztán fizika, ezt meg is lehet figyelni, hogy ez pontosan így működik. Na most ugye miért tűntek el a fák? Mert felhasználták elsősorban az emberek, és nem telepítették újra. Tehát ilyen egyszerű. És ahogy használják fel a fákat, úgy csökken az a terület, ahol kicsapódhat az eső, tehát a pára kicsapódhat. Tehát felhővé egyesül, és utána kicsapódik. És eső lesz belőle. Na most ugye tudjuk azt, hogy mi tüntette el az előző emberiséget. Nagyon egyszerű, az előző emberiséget az özönvíz tüntette el. És na ezt még sohasem olvastátok, sohasem hallottátok senkitől, amit most fogok mondani az özönvízzel kapcsolatban. Az özönvízzel kapcsolatban feltételezések vannak. Az özönvíz nagyon egyszerűen működött. Tudod, hogy működött? Az özönvíz úgy működött, hogy ugyanazt csinálta az előző emberiség, csak már fokozottabb formában, mint mi, hogy felélte a fákat. De ugye a párolgás az nem szűnt meg, a párolgás nőtt. Mivel melegedett ugyanúgy a bolygó, mint most, a párolgás nagyobb lett. De nem tudott kicsapódni a pára, mert a fákat ugyanazt csinálták a fákkal, mint amit most csinálnak, felhasználták. És egyszerűen annyi páratartalom gyűrt össze a légtérbe, hogy leszakadt a pára, érted? A víz. Szó szerint. És az egész bolygót elöntötte a víz. Hát most úgy tűnik, mintha ugyanezt akarná a hatalom. Tehát ahol hatalom van, nem korlátozzák a fáknak a kitermelését, és nem kötelezik az embereket arra, hogy ültessenek fát. Sőt, ugye a túlélés mindennél fontosabb, olyan állatokat tartanak, ami lelegeli a kicseperedett fákat, ami a földből kinőtt, lelegeli. Ugye, mert a kecske, a juh, az mit érdekli az, hogy az egy fa? Úgy lelegeli, mint a pinty. És ezért, ha megnézed azokon a területeken, hogy kezdődött. Ugye az, hogy kivágták a fákat, utána a fa az nőne újból, de hát valamit enni kell, akkor mit csináltak? Állattartással kezdtek foglalkozni, ugye,
Előtte ott erdőművelés volt, utána mivel már erdő nem lett, erdőből nem tudtak élelmiszert összeszedni, ezért mit csináltak? Ugye állatokat elkezdtek tartani, hogy ne haljanak éhen. És ugye mi történt? Az állatok mindent lelegeltek, nem hagyták kinőni a fákat, és gyakorlatilag a terület onnantól kezdve elkezdett félsivatagosodni, majd elkezdett sivatagosodni. Ha megnézed a félsivatagokat, ahol állattartással foglalkoznak, ez van, nincs egy fa se. Miért? Mert az állatok minden kezdeményezést lelegelnek. És az lehet teve, vagy lehet, mondtam én ott Mongólia környékén, vagy lehet éppen, mit tudom én mondjuk, jó, vagy kecske, vagy éppen szarvasmarha, tök mindegy, annak mindegy, csak zöld legyen, azt egye. És ugye a kecske meg a jó, az úgy lelegeli, hogy a fűnyíród nem vágja le annyira a füvet, mint ahogy a kecske meg a jó lelegeli. Mert a tehén még annyira nem is, mint a kecske meg a jó. És gyakorlatilag ezzel, hogy nincs ez odafigyelve, nincs szabályozás, nincs gondolkodás, nincs következményfelmérés, nincs. Afelé haladunk, hogy szépen írtják a fákat, írtják a növényzeteket, és ha nincsenek fák, akkor nagy baj, mert ugye ott azon a területen akkor nem csapódik ki a pára, de tök logikus, hogyha az egész bolygó elkezd elsivatagosodni, akkor hol fog kicsapódni a pára? Nem tud kicsapódni. Egyszer csak párolog, óriási hőmérséklet, érted? Sokkal nagyobb, mint most. Párolog, és egyszer csak fogja, és rászakad az egész bolygóra a víz, a pára. És akkor így feltételezgettek dolgokat, hogy mit tudom én, honnan jött a pára, a földből, föltörtek a vizek, és az jött vissza, meg ilyen baromságokat kitaláltak. Hát egyszerű az egész, ehhez csak az kell, hogy az emberiség azt csinálja, hogy írtsa ki a fákat. És itt előbb-utóbb, minél gyorsabban kiírtja, annál hamarabb lesz ezen a bolygón özönvíz. Világos voltam? És ez sima, ha végig gondolod, tiszta fizika. Világos ez? Semmi más, tiszta fizika. Tehát végtelenségig a pára nem maradt fönn a levegőbe. Egyszer csak fogja és leszakad. És abból lesznek majd olyan felhőszakadások, ami az egész bolygót elborítja, és elmos mindent. Érted? Jó, tehát csak azért mondom, hogy mintha ezen a bolygón szándékosan csinálnának ilyen dolgokat, és hát nem ilyen baromságokat kell csinálni, hogy csökkentsük a szénmonoxidot meg a széndioxidot, érted? Eleve ott kezdődik, hogy a növények a szénmonoxid dúsabb levegőben, vagy a széndioxiddal dúsabb levegőben, tudod mit csinál? Gyorsabban nő. Minden növény. Miért? Mert ezt se tanulták fizikából, fotoszintetizál. Ami azt jelenti, hogy kivonja a széndioxidot, mivel szén alapú növényekről van szó, kivonja a széndioxidot, abból kivonja a szenet, mert szénre van szüksége, és felszabadítja az oxigént. Nem tanultak fizikát, fizikából is ötös voltam általános iskolában. Tehát érdekeltek az ilyen dolgok. Szóval a lényeg az, nem lettem fizikus, mert nem is akartam volna fizikus lenni, de ezt tanultuk annak idején általános iskolában, érted? Az, hogy mit tanultunk középiskolában, az nem nagyon tudom, mert ez mind az általános iskolai tanulmányom, amiket elmondtam, mert a középiskola annyira nem maradt meg, mert nem voltak olyan jó tanáraim, mint általános iskolában. És ezáltal ezek a középiskolai tanulmányok már mellékesek voltak. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, hogy egy olyan világban élünk, ahol ilyen egyszerű dolgokat, mintha nem is ismernénk, mintha nem is lennének itt fizikusok ezen a bolygón.
Érted? Mintha nem is lenne szabály, olyan jellegű szabályozás, ami tényleg a jövőt vinni előre, hanem olyan jellegű szabályozások vannak, aminek az ég adta világon semmi értelme. Tehát most a széndioxid kibocsátást, vagy a szénmonoxid kibocsátást szabályozni, az azt jelenti, hogy avval a növényvilágot teszik tönkre. Hát ugye minden növény szén alapú, és minden növénynek akkor tud fejlődni, hogyha szenet tud kivonni a széndioxidból. És ha szenet vont ki a széndioxidból, meg a szénmonoxidból, akkor mi lesz belőle? Ugye mi a szénmonoxid? Az ugye CO, a széndioxid meg CO2, így van. Tehát ami azt jelenti, hogy ugyanúgy a szénmonoxidból, ugyanúgy a széndioxidból a növény kivonja a szenet, hogy növekedjen, és felszabadítja az oxigént. Érted? És meg van állapítva, ez tény, a bizonyos kutatók megállapították a jégrétegek tanulmányozásával, a déli sarkon tanulmányozták, lefúrtak, mit tudom milyen mérés, és megállapították, hogy abban az időszakban, amikor nagyobb volt a széndioxid mennyiség, akkor a Földön a növények azok sokkal gyorsabban növekedtek. És akkor meg akarják akadályozni a növények növekedését. Szó szerint, képzeljétek el, mintha agyalágyult emberek lennének a Föld vezetői, komolyan mondom. Szó szerint. Pedig ez tiszta fizika. Tiszta fizika. Úgyhogy mondom, most elmondtam nektek, hogy hogy történt az előző vízözön, amiről én konkrét tényeket mondtam el, hogy így történt, érted? És csak ilyen különböző feltételezések vannak ezekkel a vízözönökkel kapcsolatosan. Tehát egy bolygószintű vízözönt úgy lehet létrehozni, hogy ki kell szárítani a bolygót, mármint úgy értve, hogy a növényzetet, érted? Ki kell szárítani a növényzetet, meg kell szüntetni a növényzetet, vagy nagyon minimálisra le kell csökkenteni, ezáltal megnő a párolgás, mert megnőtt a bolygó hőmérséklete, és egyszer csak olyan mennyiségű víz pára lesz odafönt, hogy leszakad, érted? Tehát nem elkezd esni az eső, hanem maga a hatalmas pára mennyiség, a szó szerint rászakad a bolygóra. És megtörténik a vízözön. Oké? Na most akkor onnantól kezdve csak úgy mondanám a dolgokat, hogy azért ha valaki azt feltételezi, hogy nem kapok információkat, meg honnan kapok információkat, akkor próbál utána nézni ennek a dolognak, mert ilyenfajta teóriákat nem fogsz találni a bolygón, hogy ez ilyen egyszerű dolog volt. Tehát az előző emberiségnek is miért kellett elpusztulnia? Miért? Mert fölélte a környezetét, érted? Szó szerint, fölélte a környezetét. És most a mostani emberiség mit csinál? Feléli a környezetét, szó szerint. Szó szerint. Így van. Szó szerint. Föléli. Jó? És ugye minden társadalom mikor kezd el hanyatlani? Nem, nagyon egyszerű. Amikor az erkölcsöt elkezdik lazítani. És az erkölcs kitől függ? Soha nem a férfiaktól, a nőktől. Drága hölgyeim, az erkölcs az tőletek függ, és nem a férfiaktól. Oké? Okay? És amikor a nők lazítanak valamilyen oknál fogva az erkölcsökön, akkor a társadalom etikája mély repülésbe kezd. Világos ez? Tehát az, hogy egy nő milyen hamar adja oda magát egy férfinak, az erkölcsi kérdés. Világos? És minél hamarabb odaadja magát egy férfinak, annál alacsonyabb az erkölcsi szint. Világos ez?
régen ugye a nők mikor kaptak meg egy férfit? Nem, egy férfi mikor kapott meg egy nőt? Hát házasság után, ha feleségül vette. Érted? Gondold végig. Most ez hogy történik? Hát ez úgy történik, hogy mit tudom, találkoznak egyszer-kétszer, azt már meg is kapja. Érted? Szóval a társadalom mindig az erkölcs romlásával kezdett el hanyatlani. Mindig, mindenkor ez így volt. Mindig. És ugye maga a nők erkölcse az egy kulcskérdés az etikai szempontból. Tehát először mindig úgy volt, hogy erkölcs lazult, és több lett az etikátlanság, és ahogy az erkölcs lazult, úgy lett egyre több és több az etikátlanság. Mindig így volt a történelemben. Mindig. És ha megnézed, nagyon érdekes, mert a 70-es években kezdték el a média a pornót. Oké? Addig nem volt pornó. Hát nem volt. Újságok voltak, de az is a 70-es évektől. Tehát 70-es évek elejétől. Előtte a 60-as években nem lehetett pornóirodalmat forgalmazni. Oké? Tehát se filmben, se irodalomban. Lehet, hogy már Amerikában lehetett, de ezen a környéken nem. Ezen a környéken nem volt ilyen. Én nem Amerikában értem, ezért most nem foglalkoztam avval, hogy Amerikában mit lehetett, meg mit nem, de ezen a környéken biztos, hogy nem lehetett. És ha emlékeztek, tiltott volt a pornóirodalom. Tehát teljesen tiltott volt, és maximum szexfilmeket lehetett egy idő után látni, de abban nem volt semmilyen olyan mutogatás, tehát az volt a szex, hogy csókolóztak. Érted? Így indult, ha megnézed. A régi filmekben még azt sem mutatták, hogy csókolóztak. Ha megnézel 50-es évek előtti filmeket, tehát 50-es évek előtti filmeket, tehát háború előtti filmeket, most nem Amerikáról beszélek, hanem erről a környékről. Még csókolózások sem voltak benne. Tehát amikor elkezdtek volna csókolozni, akkor váltott a kép. Oké? Na most, szóval gondoljátok végig, hogy avval a fajta erkölcstelenséggel, ami ezen a bolygón van, hova jutott az etikátlanság? Oké? Tehát hova jutott az etikátlanság? És ugye maga az erkölcstelenség fokozódik, ezáltal hova, még tovább hova jut az etikátlanság? Na most nyilvánvaló, hogy ugye azok, akik élnek ebben a világban, és azok, akik fejlődni akarnak, az nem biztos, hogy a többsége az ugyanaz a személy. Hanem valószínűleg, akik fejlődni akarnak, azok sokkal kevesebben vannak, mint akik a bolygón élnek. És a bolygón éppen ugye az etikátlanság a divat, és ezáltal természetesen az erkölcstelenség is, mivel abból indul ki minden. De ha valaki fejlődni akar, akkor az etikáját el kellene kezdeni rendbe rakni, ami az erkölcsösséggel indul.
Oké? Ami azt jelenti, hogy nem lehet etikát rendbe rakni, hogy az erkölcsöt nem rakja az ember rendbe. Világos ez? Mert az erkölcs a kiinduló pontja, illetve az erkölcs telenség a kiinduló pontja az etikátlanságnak. Tehát az etikusságnak ezáltal az erkölcs az, ami, ha etikus akar lenni, amivel az embernek leginkább oda kell figyelni. Az erkölcsére, a saját erkölcsére. Na most, hogyha az ember a jelenlegi társadalomban él, ahol ugye nagyon divat a liberalizmus, ugye az, hogy engedjünk meg mindent, mindent szabad, aztán utána legfeljebb megbüntetjük őket, tudod? Ha ezt csinálják, ha mindent szabad, azért mégis megbüntetjük őket. És hát miért? Mert akkor lehet mondjuk pénzbe vasalni, vagy lehet tudom, elszeparálni embereket mondjuk börtönökbe, stb. Stb. De elsősorban az, hogy pénzbevételt csináljanak a büntetésekből, nyilvánvaló. Tehát lényeg az, hogy aki fejlődni szeretne, és az etikáján nem kezd el dolgozni, a saját etikáján nem kezd el dolgozni, aminek ugye első lépése az erkölcs, második a tisztesség, harmadik a becsület, oké? Hát ez hogy akar fejlődni? Hogy akar fejlődni? És akkor nézzünk dolgokat, például itt az etikánál. Például olyan dolgot, hogy ugye van egy alapvető, ez még valamilyen szinten a 10 parancsolatban is benne van, nem szó szerint így, ahogy most el fogom mondani, hanem más formában, de benne van. Az, hogy ne tegyél olyat, amit nem szeretnéd, ha veled tennének. Ez egy alapvető tétel az etikában. És ugye ebben benne van, hogy ne tegyél olyat, amivel mások túlélését nehezítenéd, vagy mondjuk mások túlélését veszélyeztetnéd. Érted? Az már veszélyesebb, mint a nehezítés. Oké? De ugye ez alapvető dolog. Ebbe hogy ne tegyél olyat, amit nem szeretnéd, hogy veled tennének, ebben benne van az, hogy ne veszélyeztesd mások túlélését, de még ne is nagyon akadályozd mások túlélését, érted? Ez ilyen alapvető dolog. Na most, de gondoljunk végig, hogyha benne van, hogy mások túlélését, ugye, tehát ne tegyünk olyat, amit nem szeretnénk, hogy velünk tennének, tehát ha más tenné az velünk, akkor ugye rosszul esne, akkor benne van olyan is, hogy ugye a túlélés, és a túlélésnek sok tényezője van. Például a túlélésnek az egyik tényezője, hogy megfelelő levegőt szívjunk. De ha túlságosan szennyezik a levegőt, akkor nem biztos, hogy megfelelő levegőt szívunk. Akkor mit tudom, megfelelő élelmiszert fogyasszunk, de ha túlságosan szennyezik az élelmiszereket, akkor nem megfelelő élelmiszert fogyasztunk. Akkor például, hogy tiszta vizet ígyunk, ha túlságosan szennyezik a vizet, akkor nem tiszta vizet iszunk, érted? És stb. Stb. Na most ehhez hozzátartozik ugye több dolog is, ha megnézzük. Hát ugye a levegő például. Hát ha valaki direkt füstös levegőt szív, hát az nem éppen a megfelelő levegő, nem? Vagy megfelelő? Biztos, hogy nem. Na most, és valaki szándékosan
füstös levegőt szív, nem? Sőt, a fejlett társadalomban az emberek fele legalább füstös levegőt akar szívni rendszeresen, nem? Vagy rosszul látom? Magától, senki nem kényszeríti rá, csak úgy magától. Na most ha ezt jobban megnézzük, ugye alapvető dolog, hogy az ember tiszta levegőt szívjon. Megállapított tény, hogy azok, akik tiszta levegői környezetben vannak, azok bizonyos betegségeket nem kapnak el, érted? Vagy legalábbis sokkal kisebbre az esélyük. Hát ha ezt megnézzük, akkor a tiszta levegő az egy létszükséglet, nem? Na most ha a létszükségletet veszélyeztetik, akkor az egy etikátlan cselekedet, nem? Tehát hogyha rákényszerítenek arra, hogy füstös levegőt szívjál, akkor az azt jelenti, hogy arra kényszerítenek rá, amit bezzeg lehet, hogy ő nem szeretné, hogyha vele csinálnának, érted? És túlélés ellenes, szó szerint, nem? Mert alapvető dolog, hogy jó levegő, jó élelmiszer, jó vizet fogyasszon az ember. Nem? Ez egy alapvető dolog. Na most gondold végig, hogy akkor az a rész, amit magunkkal szemben csinálunk, például ugye a folyadék. Nem tudom, mennyire tudjátok, hogyha az ember egy szervezete egy folyadékot elfogyaszt, akkor vannak bizonyos folyadékok, amit alig bír hasznosítani a szervezetünk. Ami azt jelenti, hogy a vizet, a H2O-t, mert ugye az ember szervezete az 70%-ban víz, de nem sör, nem bor, hanem H2O, nem kóla, érted? Nem narancslé, H2O, oké? Tehát ha bármilyen folyadékot elfogyaszt az ember, abból a szervezetnek a H2O-t kell kivonnia. Világos ez? És ugye kérdés, hogy mennyire bonyolult a H2O-t kivonni a szervezetnek. Nem véletlenül mondom a H2O-t, mert sokan a vízre bármit gondolhatnak. Hát azt mondják, hogy a bor is vízből van, a sör is vízből van, a pálinka is vízből van, mert minden vízből van, nem számít, érted? Azért mondom szándékosan a H2O-t, tehát a szervezetnek H2O-ra van szüksége, világos voltam? És azt kell abból a folyadékból kivonnia, azért, hogy normális működésben maradjon a szervezet. Világos ez? És minél nagyobb, tehát minél bonyolultabb neki kivonni a szervezetnek a H2O-t a víz, abból a folyadékból, nem vízből, folyadékból, ugye annál több energiát emészt fel. Logikus? Fizika ez is. Tisztán fizika. Nem tudom, nem jártatok általános iskolába? Hát ott volt fizika, és ott azt tanultuk. Jó, tehát lényeg az, hogy ez olyan, mint mit tudom én, ki akarod vonni a H2O-t, ha valami folyadékból, érted? Akkor mit kell csinálnod? Melegítened, érted? És akkor a pára révén a H2O elpárolog, ha csak abban a folyadékban nincs valami olyan, ami előbb párolog, mint a H2O. Például mondjuk alkohol, mert az előbb párolog, mint a H2O. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, hogy a H2O-t ki kell szednie a szervezetnek a
folyadékból, amire energia, tehát hogy ez megtörténjen, energiára van szükség. Ha minél nehezebb kivonni a H2O-t, annál több energiára van szüksége a szervezetnek, hogy ezt megtegye. Logikus? Tiszta fizika, nem más. Fizika, tanultuk az iskolába. És akkor azt mondod, hogy nincs elég energiád? Vajon mekkora energiára van szüksége a szervezetnek, hogy a folyadékból kivonja a vizet? És lehet, hogy nem jut másra elég energiát? Mert te kísérletezel a szervezetedből, és azt mondod, hogy kit érdekel, hogy H2O-ra van szükségem? Vonja ki a kólából! Vonja ki a sörből, nem? Vonja ki a borból! Hát úgyis a legerősebb ital a víz, nem? Hát a sör nem hord hajót a hátán, a víz meg igen. Ha nehogy már ilyen erős italt igyak, a pálinka se hord hajót a hátán. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, az emberek megerőszakolják saját magukat, érted? Hogy itt vagy te szervezet, dolgozz! Igaz, hogy utána meg pénzkeresése nincs elég energia, mert avval, hogy kivonja folyadékból a H2-t, azzal elfogy az energiája az illetőnek. Vagy rosszul látom? És ezt mondom, tény, tiszta fizika. Világos voltam? Arról nem is beszélve, amit elmondtam a hétvégén. A legelső részben emlékeztek? Az nem díjmentes volt. De most akkor a díjmentesbe belerakom. Azt, hogy az összes olyan szer, ami egy ilyen kicsit más állapotba hoz, alkohol, kábítószerek, mindegy, hogy gyenge vagy erősebb, az mind tudatosságot blokkoló szer. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy megissza az ember az alkoholos italt, és mi történik? Amint az alkoholnak, ugye a szervezet elkezdi feldolgozni az alkoholt, ezért hatással van az alkohol a szervezetre, attól a pillanattól fogva tudatosság, puf, megállt. És marad az ösztön. Oké? És ugyanez a drog. Amikor a drognak elkezdődik a hatása, ugye annak még gyorsabb, mint az alkoholnak, állítólag. Nem tudom, mert sose próbáltam. Szóval a lényeg az, hogy mi történik? Abban a pillanatban tudatosság le van blokkolva. És maradnak az ösztönök. Ami azt jelenti, hogy abban a helyzetben kell mondjuk cselekedni, vagy kell mondjuk dönteni, akkor mi fog történni? Hibázás. Mert ösztön alapján dönt az ember, cselekszik az ember, és nem tudatosság. Tudod, mi a tudatosság? Azt jelenti, hogy képes vagy mérlegelni, és a legjobbat kiválasztani. Világos? Ha az ember ösztönös, akkor azt teszi, amit a múltban. Csak egy baj van az ösztönösséggel, hogy a jelen soha nem azonos a múlttal. Ez olyan, mintha autót vezetnél, és akkor ösztönösen, mit tudom én, mondjuk egy lámpánál, nem egy lámpán, egy kereszteződésben mindig fékeztél, mert mondjuk elsőbségadás kötelező táblád volt. És akkor abban a kereszteződésben kismilliószor bementél.
Érted? És automatikusan, ösztönösen már, mikor bemész a kereszteződés felé, fékezel, mert ott az elsőbbségadás. Rá se kell nézni az elsőbbségadás táblára, mert ösztönösen fékezel. És gondold végig, mondjuk úgy lenne, hogy lecserélnék a táblát. És azt mondanak, hogy most annak van elsőbbsége, ami eddig nem volt, és annak, amelyiknek volt, annak meg elvennék az elsőbbséget. Olyankor mit csinálna? Aki nem ösztönös, az észleli, hogy megváltozott a forgalmi rend, és nem lép a fékre. Te meg automatikusan rálépsz a fékre, hátulról meg mindenki belé cuppan. Érted? Ezt jelenti az ösztön. Érted? Tehát nem azt teszed, amit az adott helyzetben történik. Márpedig az esetek túlnyomó többségében egy új helyzet az nem olyan, mint egy régi helyzet. Ez is egy új helyzet, hogy fölcserélték a táblát. Világos ez? Szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és olyan dolgokat teszünk, ami saját magunknak rossz. Mondhatjuk azt, hogy saját magunkkal szúrunk ki. Majdnem a csével kezdődött, mondtam, tudod. Mert nemrég még azt mondtam. Most úgy gondoltam, hogy mostanában nem mondom. Főleg nem nyilvánosan. Szóval a lényeg az, hogy kiszúrunk magunkkal, és a legtöbb ember ezt csinálja, hogy kiszúr magával. Egyszer nem gondolkodik, ez megint ösztön. Hát gondold végig, azt nyomja a média, hogy te alkoholizálj, vagy nem? Folyamatosan. Minden példa az, hogy fogyassz alkoholt. Érted? Kismillió üdítő reklámot látsz a tévében, a tévét, meg egyéb helyeken is tele van üdítő reklámmal, érted? Mára, mióta az eszemet tudom, léteznek üdítőt, akkor csinálták, az 60-as években csinálták az első üdítőket, úgy hívták, hogy Bambi meg Utas. Igen. Így van. Így van. És azok voltak itt az első üdítő, és az embereket szépen kezdték el rászoktatni. Itt van példának ugye az ásványvíz, de az a fajta ásványvíz, amelyik szénsavas. Tehát nem a szénsavmentes, hanem a szénsavas. Na most ugye a szénsavas víz sem tiszta víz. Ami azt jelenti, hogy abból is nehezebb kivonni a H2O-t, mert abban van CO2 is. Érted? És a CO2-t ki kell büfögnöd, tudod? Tehát ki kell választani a CO2-t, hogy utána a H2O-t tudja hasznosítani. És ráadásul itt ez a fránya H2O-nál, mondjuk ha ásványvizet fogyaszt valaki, akkor nem tudom mennyire szokta nézni, hogy mit tartalmaz az az ásványvíz. Mit tartalmaz? Hát minél több olyan anyagot tartalmaz, ami nem H2O, annál nehezebb a szervezetnek kivonni belőle a H2O-t. Világos voltam? Tehát minél tisztább az a víz, minél több egy vízben a H2O, a szervezetnek annál könnyebb kivonni belőle a H2O-t. Világos ez? Vannak olyan tanítók, akik például azt tanítják, hogy desztillált vizet igyál. Semmi gond nincs ezzel, tényleg nincs, mert az abban ugye elég nagy mennyiségű a H2O, és ugye miért mondják, hogy ne? Azért, mert egyéb anyag nincs benne. De én úgy gondolom, hogy az egyéb anyagot
nem a vízből kellene alapvetően bevinni, hanem a táplálékból, nem? Hát mert ha táplálékból beviszed az egyéb anyagot, mik ezek az egyéb anyagok? Hát ásványi anyagok, nyomelemek, vitaminok, ásványi aminosavak, tehát ezt alapvetően ugye a tápanyagokból kellene bevinni, nem a vízből. Persze a vízbe is van, de mondom még egyszer, minél több egy vízben az egyéb anyag, annál nehezebb kivonni belőle a H2O-t tisztán. Világos ez? Tehát a szervezetednek ahhoz, hogy a 70% víztartalom meglegyen, az H2-re óra van szüksége. Mi baj van, hogyha nem elég a H2O a szervezetedben? Hát például akkor ilyenek vannak, hogy besűrűsödik a véred. Ha besűrűsödik a véred, akkor annak komoly problémái lehetnek. Például olyan, hogy megnövekedik a vérnyomás. A vérnyomása az embernek megnövekszik, mert nagyobb nyomást kell pumpálni, tehát minél sűrűbb egy folyadék, ez is tisztán fizika, tanultuk, minél sűrűbb egy folyadék, annál nagyobb nyomással kell azt átnyomni a csöveken. Logikus, minél hígabb az a folyadék, annál könnyebben átáramlik a csövön, tehát nem kell hozzá akkora nyomás. Ugye mik a csövek? Hát az ereink. Szóval a lényeg az, hogy az emberek nagy része azt mondja, jó, hát én iszok. Aha, de mit? De mit? Direkt kipróbáltam. Tehát, hogyha én alapvetően törekszem arra, hogy tiszta vizet iszok, igyak. Ennek az a hátulütője, hogy gyorsan dolgozza fel a szervezet a tiszta vizet, ezáltal hamarabb kell menni pisilni. Sőt, sűrűbben kell menni pisilni. Érted? Mert sokkal gyorsabban dolgozza fel. Kipróbáltam, hogy mondjuk csináltam, egy liter levest megettem. De szó szerint egy liter levest, szépen kanalazva. Megettem egy és vártam, hogy mennyi idő múlva pisilok. Tényleg? Ha egy liter vizet megittam, érted? Akkor 20 perc múlva mehettem pisilni, érted? Tiszta vizet. A liter levestől nem is kellett pisilnom. Érted? Csak szépen lassan, mit tudom, egy óra múlva, vagy kettő óra múlva, én nem is tudom, vagy három óra múlva, de nem volt feltűnő. Érted? Most ugyanez, ha megnézed, fogják, nekiállnak az emberek sörözni. Oké? Bár abban van ilyen vízhajtó, így van, ami azt jelenti, hogy mit hajt ki? A H2O-t. Kiváló ital, mert kihajtja belőled a H2O-t. Én csak úgy mutatom. Érted? Szóval hihetetlen, hogy milyen tudatlanok az emberek, vagy mennyire átmanipulálták őket. Mert régen mit csináltak az emberek? Hát régen fogták, és ott volt a bádog. Mi a bádog? Ugye az a lemezbögre. Tudod, lemezből lévő bögre, és akkor itták a vizet nyakra főre. Ott volt a vödör, és akkor itták a jó hideg kútvizet. És ha megmelegedett, akkor hoztak másikat. Érted? És rendszeresen sok vizet ittak. Manapság mit csinálnak helyette? Mindenfélét isznak, csak éppen vizet nem. Na most azért ugye megkérdezném, hogy ugye alapvető szükségletünk az, hogy megfelelő vízhez, tehát H2O-hoz jussunk, megfelelő tápanyaghoz jussunk, és megfelelő levegőhöz jussunk, nem? Ami azt jelenti, hogy ez nem éppen átmenne a mérés szűrőmérésen, érted, hanem azért a jobb minőségnek kéne lenni, nem? Tehát a H2O-nak is, meg a tápanyagnak is, meg a levegőnek is, nem? Tehát nem a határértékről van szó, hogy a határértéken mozogjon ez a dolog. Ha határértéken van, akkor ez nem túlélés ellenes, csak úgy véletlenül.
Tehát hogyha például ugye azon túlmenően, hogy besűrűsödik a vér, mi a egyéb következmény? Hát kiváló lehetőség arra, hogy az agy kapacitását az embereknek lecsökkentsék. Mert ahhoz, hogy az agy jól dolgozzon, ahhoz sok vízre van szükség. Érted? Ha az agy elkezd kiszáradni, akkor nem tudom, láttál-e már idős embereket, akik nagyon kevés folyadékot isznak, és demenciát mutatnak emiatt. Tehát ami azt jelenti, hogy olyan kommunikációjuk van, hogy te azt mondod erre, hogy na, ennek elment az esze. Tehát gyakorlatilag a kevés H2O miatt az emberek nagyon jó, mert elmegy tőle az eszük. Tényleg. És hála Istennek, akkor lenti isteneknek, hála lenti isteneknek, érted? Akkor nem kell gondolkodni az embereknek. Világos ez? És akkor ezt támogatják, hogy minél már felnőttként is a vízhiány következtében ilyen demenciás tüneteket mutassanak. Én erre példákat tudnék mondani, hadd ne soroljam föl. Az, hogy fogyasztott vizet, nem volt demens, nem fogyasztott vizet, demens lett. Infúziót kapott, abba hagyta a demenséget, amint elkezdett kiszáradni, rögtön demens volt. Világos ez? És most azáltal, hogy mindent isznak az emberek, csak éppen H2O-t nem, vagy legalábbis alig van benne H2O, ezáltal ne csodálkozzunk, hogy hűlnek az emberek, szó szerint elhűlnek. Oké, és akkor nézzük tovább, mi még a következmény. Tehát a különböző szerveink között és az agyunk között, hogy helyes legyen a működés, ugyanis az összes szerv működését az agyunk vezérli. Ebben azért legyünk tisztában. Tehát a szerveink nem magától működnek, hanem az agyunktól. Ezért, hogyha az agyadat leállítják, az összes szerv leáll. Ilyen egyszerű. Érted? Tehát nagyon egyszerű a bizonyíték erre. Amint az agyad leállítják, a szerveid is rögtön állnak lefele. Tehát az agy az, ami működteti a szerveket. Tehát az szabályozza, hogy mit tudom én, mennyit dobogjon a szíved, mindent. Érted? Hogyan válasszon ki a veséd, hogyan lélegez, érted? Jó, azt tudod szabályozni is, de alapvetően mindent, az erek hogyan áramoljanak, az erekbe hogyan áramoljanak a vér, stb. Stb. Érted? Tehát ez gyakorlatilag az agy működése. Na most, de hogy kapcsolat legyen a kettő között, a szerv és az agy között, a víz megfelelő mennyisége elengedhetetlen. Világos voltam? Ami azt jelenti, hogyha kevés a H2O a szervezetben, kevesebb, mint kéne, akkor a szervek elkezdenek időnként nem kapcsolatban lenni az aggyal. És ezáltal elvesztik a stabil működésüket, és instabillá válik bizonyos szerveknek a működése. Jó, akkor menjünk tovább. Van egy másik dolog, ugye azt is tudjuk még, hogy egy élő szervezetben még a csontban is víz van. Még a csontban is van víz. Jó, tehát még abban is van víz. Hát ha meghal és kiszárad, akkor onnantól kezdve már természetesen nincs. Tehát egy csontot kiszárítod, akkor látod mi különbség, hát egy csirka csontot fogsz, és még hajlik, érted? És utána kiszárítod, és már nem hajlik. Világos? Tehát például az, hogy milyen törékeny valakinek a csontja, milyen könnyen törik, vagy esetleg hajlékony, a víz egy nagyon fontos tényező. Világos? Ez akkor nézzük tovább. Ízületek. Oké? Az összes ízületnek vízre van szüksége, hogy kenőanyagot tudjon létrehozni. Érted? És elcsúszanak egymáson a felületek. És
ezáltal, hogy az ízületekben nagy mennyiségű víz van, mondom, nagy mennyiségű víz van, a víz csökkenésével a térfogata csökken az ízületednek. És ha a térfogata csökken az ízületnek, ez azt jelenti, hogy itt van mondjuk egy csukló, tehát bárhol, ahol csukló mozgásod van, akkor ugye itt van a felületen az ízület, tehát a porc, itt van a másik felületen ezen a porc, és a két porc szépen csúszik egymáson. De amint a térfogata annak a porcnak csökken azáltal, hogy kevesebb benne a víz, elkezdenek összeérni azok a dolgok, amiknek nem kéne összeérni. Például ugye a porcokban vannak idegek. Az idegek elkezdenek dörzsölődni. És hatalmas fájdalmat generál a dörzsölődés. Oké? Tehát mikor egy idegszálhoz hozzáér valami, aminek nem kéne, akkor az igen fájdalmas tud lenni. Jó, tehát ami annyit jelent, hogy gondold végig, hogy mennyire manipulálják az embereket, mert például az egészség, illetve nem az egészség, bocsánat, a betegség az a világon nagyobb üzlet, mint bármi más. Tehát a nagyobb üzlet, mint a fegyver. Képzeld el, nagyobb üzlet, mint a kábítószer. Tehát a világon a legnagyobb üzlet a betegség. Érted? Tehát a háborúk azok nem tudnak akkora pénzt hozni, mint a betegségek. És ha az emberek minél betegebbek, annál nagyobb üzlet bizonyos embereknek. Világos ez? És akkor mégis történetet is tudnák mesélni ebben, vagy tudnék ebben kapcsolatban mesélni, hogy honnan indult ez az egész. Egy olyan szemétől, aki még az apjának is uzsora kamatra adta a pénzt, érted? Kölcsön. Uzsora kamatra. A saját apjának. Jó, egy olyan szemétől indult az egész, amelyik finanszírozta a németeket is a második világháborúba, meg az ellenfeleiket is. Érted? Egy olyan szemétől indult ez az egész betegségbiznisz. Oké? Tehát, hogy megbetegíteni az embereket. Egyébként, ha nem finanszírozta volna Hitlert, akkor nem lett volna második világháború, ezt csak úgy mondom. És amikor elindult a második világháború, ugyanúgy elkezdte finanszírozni továbbra is Hitlert és az ellenfeleit. Ja? Egy ma is ismert, nagyon ismert családi név. Jó, tehát lényeg az, hogy egy olyan fajta tudatosság szükséges ahhoz, hogy most ebben a jelenlegi világban annak hatására, ami folyik a médiából, hát nem víz folyik a médiából, nem H2O, jó, hát, hanem információ, és olyan téves információk folynak, érted? Melyek információk eltéveítik az embereket a helyes működéstől és a helyes élettől. És hát ez, megnézzük, ez mire sarkalja az embert. Hát, hogy ha logikusan ezt is végignézzük, mert ugye első és legfontosabb talán az ember életében, hogy logikusan gondolkodjon. Tehát, ha logikusan megnézzük, akkor első és legfontosabb, hogy ezek a, ha téves információkat nem tudjuk kiszűrni a
nem téves információk közül, már pedig ugye jelenleg az információ kb. 90%-a az téveítő, tehát helytelen információ, ami a médiából származik. Ha az ember nem tudja kiszűrni, mi a helytelen, hát akkor az a legjobb, hogy nem hallgat, nem néz ilyen információkat. Világos az? Tehát nagyon egyszerű lenne, hogyha az emberek tudnák ennek a kiszűrését, mert egy dolog kell hozzá, logika. Tehát semmi más nem kell hozzá, csak logika. Tehát az összes útravivő információ az nem logikus. Világos ez? Tehát nem logikus. Tehát nem volt logikus a vírus annak idején, nem volt logikus azok a dolgok, amit csináltak, semmi nem volt logikus, érted? Tehát, de mivel az emberek a logikájukat azt valahova, nem is tudom hova tették, érted? Ezáltal könnyen be lehet őket csapni. Na és menjünk tovább. Tehát lényeg, illetve ne nagyon menjünk tovább, mert én ránéztem az órára. Szóval a lényeg az, hogy mit lehet csinálni ilyen esetekben? Hát fel kellene sorolnom, hogy mit lehet csinálni, de nem sorolom föl, mert akik itt tanulnak, azoknak sorolom föl. De az biztos, hogy nagyon röviden annyit tudnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy egyik megoldás, ugye, hogy az ember nem hallgat mindenféle információt. A hűítő információkat meg aztán végképp. Na, azt akkor mi még a megoldás? Hogy kell egy olyan közösség, ahol vannak tudatos emberek. Érted? Nem egy, hanem több. Tehát vannak tudatos emberek. És ha az ember tudatos emberek közelében van rendszeresen, akkor elkezd tudatossá válni. Ha vannak olyan emberek abban a közösségben, akik tudnak logikusan gondolkodni, és annak a közelségében van az ember, akkor előbb-utóbb az ember elkezd logikusabb lenni. Tehát ami azt jelenti, hogy csinál az ember egy változást az életében, majd jön a következő, hogy minél többet lenni olyan társaságban, érted? Minél többet lenni olyan társaságban, ahol nem a hűítés folyik, hanem a tudásnak az átadása. Érted? A tudásnak az átadása. És hát az a helyzet, hogy van egy ilyen hely a bolygón. Én törekszem arra, hogy ugye a mi szervezetünk az egy ilyen hely legyen folyamatosan, sőt egyre inkább, hogy az emberek képesek legyenek fejlődni, érted? Mert úgy nem lehet fejlődni, hogy fejlődni akarok, de ugyanazt csinálom, mint eddig. Érted? Úgy nem lehet fejlődni. Ugyanazokat a logikátlanságokat megcsinálom, mint eddig, hogy nem lehet fejlődni. Tehát úgy lehet fejlődni, hogy az ember változtat dolgokon. És olyan közösségben lehet változtatni a dolgokon, ahol az emberek változtatnak a dolgokon. Érted? És itt van egy olyan hely, PPH, Nyílt Akadémia, jó, ahol ezt meg lehet csinálni. Kereshetsz te más helyeket is, de jelenleg bolygószinten nem fogsz találni olyat, ahol arra tanítják az embereket, hogy az életük bármely területén boldoguljanak. Sőt, körülnézhetsz nyugodtan, akik, és olyanokat fogsz találni, akik azt mondják, például most is láttam valakit, aki azt mondta, hogy egy mester az egy híd. És
egy tanulónak, aki fejlődni akar, egy embernek, aki fejlődni akar, az hídról hídra kell lépnie. Érted? Lehet, hogy a többi mester egy híd, én meg egy út vagyok. Tudod? Az a különbség. Ami azt jelenti, hogy egy úton lehet haladni, a hídon meg ettől eddig lehet haladni. Oké? Jó? És egy olyan út vagyok, ami körbe viszi az embert a bolygón. Oké? És ami azt jelenti, hogy lehet addig menni az embernek, ameddig csak akar. És addig haladni, addig fejlődni, ameddig csak akar. Jó? Felőlem a többi mester lehet nyugodt a híd. Én nem leszek. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Hát köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a nagyszerű és szemfelnyitó előadást. Azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes fizika órán érezhettük magunkat. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem tanulni a Nyílt Akadémiánál, és hogy azóta is tanulok. Azt javaslom neked, hogy gondold át, hogy vajon van-e véletlen, és hogy nézed ezeket az előadásokat, videókat, és gondold át azt is, hogy mennyire fontos most az egyéni fejlődés és az összefogás a bolygónkon. Ha úgy gondolod, hogy nincs véletlen, és tetszenek az előadások, akkor csatlakozz hozzánk, nincs vesztenivalód. Próbáld ki akár pár hónapra, nincs semmi kötelezettség. Keress a Facebookon egy szimpatikus szervezőt, és vedd fel vele a kapcsolatot. A coachképzéseinken a hétköznapokban használható és közérthetően átadott tudást és módszereket kapsz. Várunk szeretettel. És tudd, hogy a világ csak általunk változhat meg, és a saját boldogulásod a saját személyes fejlődésedtől függ. A szünet után az önbizalomteremtő coachképzésünk következik, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.